Hetedik rész, keresztény normák, bevezetés. A keresztényeknek szüntelen vigyázniuk kell az általuk elfogadott normák megőrzésére. Az egyre tovább romló világ erkölcsi szintjére figyelve, és a magukat egymáshoz viszonyító egyháztagok hatásának engedve, könnyen előfordulhat, hogy a valaha magasra tűzött mércénk észrevétlenül alább száll. Ha áttekintjük azokat az üzeneteket, melyeket Isten a régi időkben és napjainkban küldött népéhez, észrevehetjük, hogy Isten milyen fontosnak tartotta újra és újra elismételni az arról szóló bátorításokat, hogy népe járjon összhangban akaratával. A mi időnkben ez különösen igaz a szombatünneplés, öltözködés és díszek, valamint az egészségügyi reform kérdéseire nézve. Sorozatunk első két kötetének megjelenése óta néhány kéziratokban és levelekben fellelt értékes anyag kerül kinyomtatásra, az Adventista Szemle című folyóiratban, melyeket most könyvformáiban is közlünk. A hetedik rész első négy fejezetében nyomtatott anyagból is olvashatunk szemelvényeket. A különféle jellegű igazságokról szóló fejezet azért vált időszerűvé, hogy kiegyensúlyozza az evangéliumi munkások és a szemelvények ellenvált írásaiból második kötete alapján esetleg erőltethető gyakorlatot, hogy a hetednapi adventistáknak a tisztelet és alázat kifejezéseként mindig térdre ereszkedve kell imádkozniuk. Noha a felhívás térden történő imádságra szólít, mind a nyilvános Isten tiszteleteken, mind pedig az otthoni hájítat során, Ellen White egyértelmű tanácsa és példája bemutatja, hogy nem minden egyes alkalommal szükséges letérdelni ahhoz, hogy szívünket és szavunkat felemelhessük az Úrhoz. Az írások Ellen White hosszú munkásságának eltérő időszakait ölelik át. White bizottság. 27. fejezet. Az udvariasság. Az Úr munkásainak tisztának, egyenesnek, együttérzőnek, gyöngédnek és udvariasnak kell lenniük. Van valami vonzó az udvarias emberek viselkedésében. A kedves szavak, tekintetek és az előzékeny magatartás felbecsülhetetlen értékű. Az udvariatlan keresztények másokkal való nem törődő viselkedése az bizonyítja, hogy nincsenek egységben Krisztussal. Az udvariatlanság és a Krisztussal való egység kizárják egymást. Minden kereszténynek olyannak kell lennie, mint amilyen Krisztus volt földi életében. Krisztus a példaképünk nem csak a makulátlan tisztaságával, hanem türelmes, gyöngéd és megnyerő viselkedésével is. A kötelességet és igazságot nézve sziklaszilárdan állt, mégis mindig kedves és udvarias volt. Élete a valódi udvariasság tökéletes példája. Mindig vigasztaló szóval és kedves tekintettel fordult a szegények és elnyomottak felé. Jelenléte tisztább légkört vitt az otthonokba, élete kovászként hatott a társadalmi élet területein. Ártalmatlanul és romlatlanul járt kelt a tudatlan, durva, udvariatlan emberek, a vámszedők, a bűnös szamaritánisok, a pogány katonák, a bádolatlan szegények és a vegyes sokaság között. Amikor fáradt és nehéz terheket hordozó emberekkel találkozott, intézett hozzájuk egy-egy bátorító szót. Megosztotta terhüket és elismételte nekik a természetből tanult leckéket Isten jóságáról és szeretetéről. Igyekezett reményt önteni a legdurvább lélekbe is. Eléjük tárta annak bizonyosságát, hogy bűntelenekké és átadlanokká válhatnak, és olyan jellemet érhetnek el, mely Isten gyermekei közé sorolja őket. A hitetlenekért végzett szolgálatok. Zsidó származásának ellenére Krisztus nem fordult el a szamaritánusok társaságától, és ezzel semmibe vette nemzete farizeusi szokásait. A farizeusi előítéletek ellenére Jézus elfogadta e megvetett nép vendégszeretetét. Az ő házaikban aludt, egy asztalnál evett velük, az általuk elkészített és felszolgált ételből. Tanított utcáikon, és a legnagyobb kedvességgel és tapintattal fordult feléjük. Jézus megtisztelt vendégként ült a vámszedők asztalánál, ahol együttérzésével és kedvességével bemutatta, hogy milyen fontosnak tartja az emberi méltóság értékét. Az emberek vágyakoztak bizalmának elnyerésére, szavai áldott, életadó erőt jelentettek szomjas lelküknek.
Új vágyak születtek meg a társadalom kivetettjeiben, és új élet lehetősége tárult fel előttük. Az evangélium ereje. Krisztus szeretete meglágyítja a szívet, és lecsiszol minden durvaságot a jellemről. Tanuljuk meg tőle, hogyan kapcsolhatjuk össze a tisztaság, az egyenesség, tudatos komolyságát kedvességgel és vidámsággal. A kedves és udvarias keresztény a lehető legnagyobb érv az evangélium szolgálatában. Némely hitvalló keresztény viselkedéséből annyira hiányzik az udvariasság és kedvesség, hogy munkájukról rossz hírek keringenek. Lehetséges, hogy őszintességükhöz és egyenességükhöz nem fér kétség, de ezek nem pótolhatják a kedvességet és az udvariasságot. Az ilyeneknek meg kell érteniük, hogy a megváltási terv alapja az irgalom, mely az emberi természet keménységeinek és durvaságainak meglágyítására szolgál. Ki kell művelniük magukban azt a ritka keresztény udvariasságot, mely mindenki irányába kedvessé és előzékenyé teszi az embert. A keresztény legyen épp annyira együttérző, mint igaz, épp annyira szánakozó és udvarias, mint őszinte és becsületes. A világfiai tanulmányokat folytatnak az udvariasságról, hogy a lehető legvonzóbbá tehessék magukat. Tanulnak az öltözködésről és a magaviseletről, hogy jelentős befolyást gyakorolhassanak kapcsolataik során. Ennek elérése érdekében előhívják legnagyobb ismereti és adottságbeli képességeiket. E világnak fiai eszesebbek a világosság fiainál a maguk nemében. Életetek során találkozni fogtok nehéz sorsú emberekkel. Küzdelem, nélkülözés és kilátástalanság nehezíti terhüket. Ha a nehézségeket fájdalom és betegség tetézi, életük szinte elviselhetetlenné válik. Nem tudják, hova forduljanak enyhülésért, gondterheltségükben és nyomorukban. Amikor ilyenekkel találkoztok, segítsetek nekik teljes szívvel. Isten szándéka nem az, hogy gyermekei elkülönült életet éljenek. Ne feledjétek, hogy Krisztus épp úgy meghalt ezekért a nyomorultakért, mint értetek. Legyetek szánakozók és udvariasak a velük való bánásmódotokban. Ez utat fog nyitni megsegítésükre, bizalmuk elnyelésére és arra, hogy reményt és bátorságot öntsetek beléjük. Krisztus kegyelme megváltoztatja a teljes embert. Az apostol felhívása így szól, hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben, mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Krisztus kegyelme megváltoztatja a teljes embert, finommá teszi a durvát, gyöngéti a nyerset és bőkezűvé az önzőt. Féken tartja az indulatokat és a beszédet. Munkája udvariasságban és a testvérek egymás iránti gyöngétségében nyilvánul meg, kedves, bátorító szavakon és önzetlen cselekedeteken keresztül. Angyali jelenlét jellemzi az ilyen otthont. Az édes illatot áraszt, mely szent tömjénként száll fel Istenhez. A szeretet kedvességben, gyöngétségben, elnéző türelemben és hosszú tűrésben nyilvánul meg. Az arckifejezés megváltozik, és mennyei békesség olvasható le róla. Alaptermészetté vált gyöngétség és emberfeletti szeretet mutatkozik meg az ember életében. Az ember az isteni természet részesévé válik. Krisztust megtiszteli a jelenbeli tökéletesség. Ezeknek a változásoknak a tökéletesedése során az angyalok kitörő éneket énekelnek. Az Atya és Krisztus örvendeznek az isteni hasonlatosság mintájára alakuló lelkek láttán. Nyájas hangvétel és helyén való nyelvhasználat. Hozzá kell szoktatnunk magunkat a nyájas hangvételhez, a tiszta helyén való nyelvhasználathoz és a kedves és udvarias szavakhoz. A kedves szavak harmadként és enyhe záporként hatnak a lélekre. A Szentírás azt mondja Krisztusról, hogy kegyelem árad ajkaira, hogy erősítse a megfáradtakat beszéddel. Az Úr felszólít, hogy a ti beszédetek mindenkor kellemetes legyen, hogy tudjátok, hogy mi módon kell néktek, kinek-kinek megfelelnetek. Találkozni fogtok nyers és udvariatlan emberekkel, de emiatt ti magatok még ne legyetek kevésbé udvariasak.
Aki igyekszik megőrizni saját önbecsülését, vigyázzon, hogy közben ne sértse meg szükségtelenül a másokét. Ezt a szabályt a legbalgábbak és legcsiszolatlanabbak irányában is szentül be kell tartanunk. Nem tudhatjátok, hogy mi Isten szándéka ezekkel a látszólag kevésbé ígéretes emberekkel. A múltban már előfordult, hogy nagy szolgálatot bízott az ilyen nem sokat ígérő és nem túl vonzó emberekre. A Szentlélek a szíve munkálkodva életerős lendületbe hozott minden képességet. Ezekben a durva és csiszolatlan kövekben az Úr drága anyagot láthat, mely még kiállja a vihar, a hőség és a hányattatás próbáját. Isten nem úgy lát, mint az ember. Ő nem a látszat alapján alkot véleményt, hanem a szívet vizsgálja, és igazság szerint ítél. Önmagunkról megfeledkezve, figyeljünk szüntelen mások megvidámítására. Enyhítsünk terheiken gyöngét, kedveskedő cselekedetekkel és önzetlen szeretettel. Az otthonban kezdődő és az otthontól távol is megmutatkozó előzékeny udvariasság nagyban hozzájárul az élet boldogságához, míg hiánya sok-sok szomorúsághoz vezet.